síneket fogunk filmezni, azzal a céllal, hogy megmondjuk, hol fog legközelebb eltörni valamelyik sín budapesti szakaszokon. Először itt kezdjük Zugló vasútállomáson. Viszonylag könnyű dolgunk van, mert a már fekete hétfőjén ezen a szakaszon innen nem messze történt egy olyan síntörés, ami miatt 20-40 perccel késtek a vonatok. Hát itt azt lehet látni, hogy eléggé le van süllyedve a zajzat, ahogyan az egyik civil szervezet mondta, ezt a pályát már nagyjából a helles dobozok és a sár tartják össze. Ez a budapesti agglomeráció második legforgalmasabb vonala, és jól látható a pálya állapotán, hogy az annyival sem lehet rajta menni, itt 60 km-es lassújel van elrendelve. Ez az egyik olyan vasúti fejlesztés, amit Lázár János a hivatalba lépésekor lehúzott a Telexen megjelent dokumentumon. Ez az egyik, a Nyugati pályaudvar, illetve a Rákospalota, Újpest, illetve a Váci vonal, ahol szintén sürgős beavatkozásra lenne szükség, de le lett húzva. Köszönöm. Szeretünk veszélyesen élni, ezért vonattal fogunk menni a Nyugatiba, és a Nyugatiból tovább Rákospalota Újpestre. Ez egy fasírtó zsemle, amit itt vettem a büfébe, és nagyon érdekes, mert azzal már találkozott az ember, hogy megpróbálnak mondjuk csicseri borsóból hús vagy fasírtízű dolgot csinálni. Ez kérem egy falafelízi fasírt, nem tudom, hogy jött össze, de nem rossz, mondjuk egy kis ízé, nem tudom, tahini vagy fokhagymás jogurt jól jönne hozzá, meg egy picit több zöld. Ugye el tudjuk képzelni, hogy a vonat zakatolás az itt nem úgy hangzik, hogy tadam, 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 hanem tadam, 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 tadam. Lehet, hogy még a nélküledet is el tudja játszani nekünk. Szeretem a Rákospalota Újpestet. Az egyik kedvenc vasútállomásom. De hát attól még szar állapotban van. És amit leszálltunk a vonatról, elkezdtük keresni, hogy hol lehet látni, hogy a sineknek a rossz ajzat miatt egy olyan, hát 10 centis kilengése van sacra, nem merek oda tenni mellé egy centit. Itt ugye nem zúzott követ látunk a betontalpfák között, hanem sarat. Ez a sár tulajdonképpen nem más, mint amit a talpfák kilengés közben fölpasszíroznak maguk közé, mert hiányzik alól az úzott kőágyazat. Nem csak ronda, hanem hát, hogy ebben már most benne van egy sintörés. Ez egészen egyszerűen elképesztő a Váci vonalon, ahol tőlünk északabbra 120-szal is mehetnek a vonatok, itt biztosan nem. Most látunk, az úgy, meg fogom gondolni, hogy megyek-e még Vácra ezzel a... Ez ugye egyes 70-es volt, Budapest-nyugati Vác, minden állomáshelyen is megáll. Amit most láttunk, mind Zugló-vasútállomáson, mind Rákospalota-Újpesten, az az, hogy igen, rossz állapotban vannak a budapesti vasúti pályák. Ezek vannak valószínűleg a legrosszabb állapotban az országban. Erre volt egy úgynevezett budapesti vasúti agglomerációs stratégia, amit egy az egyben lehúzott Lázár János. Kifejezetten ez a két vonal, ahol voltunk, arra már megvolt, hogy föl kéne újítani, de nem történt meg. Azt nem tudom, hogy itt az előbb elmondtam-e, hogy körülbelül 5 éve itt azért szétesett szinte a komplett pálya, és csak részben újították föl. Amiről mi a felvételeket most készítettük, úgyhogy áthalad a vonat, az ugye a felújított és használatban lévő része volt, ami már ilyen állapotban van.